Új reptér. A sportrepülés népszerűsíti és szolgálja a jövőben a balkányi légikikötő. Biztonság a Vidor közben. Fokozott rendőri jelenlétre készül a rendőrség a fesztivál ideje alatt. Különleges tárlat. Pénteken nyílik a Szinyei Mersepál kiállítás Nyíregyházán. Farkas Bertalan részvételével avattak sportrepülőteret a hétvégén Balkányban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A helyszínen egy több szakosztályos egyesületen keresztül segítenék a repülős képzést, amely a tervek szerint kicsit tehermentesítheti is a nyíregyházi repteret ezen funkciójának ellátásában. Kis repülő előtt fotózkodnak ezek a fiatalok. A felvételek szombat délelőtt Balkányban készültek. Aznap adták át a település sportrepterét, melynek megnyitását egy 2,5 éves procedúra előzte meg. Ennek során megkapták a szakhatóságoktól a működéshez szükséges engedélyeket, elvégezték a helyszíni terep munkákat, elegyengedték és befüvesítették a tengelysíkot, valamint kiépítették a pályaszakaszt. A tulajdonosnak régi vágya volt a légikikötő megvalósítása, amely a sportrepülés fogja szolgálni, népszerűsíteni. Mások mellett egy tervezett sportegyesületen keresztül. Lesz több szakosztálya, siklójárnyőzés lesz benne, ultrakönnyű kategóriába, sárkányrepülősök és a kis-kis teljesítményrepülőgépek fognak itt működni, üzemelni. Ez a cél. És ami igazán fontos az egészben, hogy ha ez így megvalósul, akkor szeretnénk azoknak a fiataloknak, akiknek van érdeklődése ezután a repülés iránt, vagy ezután a sport iránt, nekik adni lehetőséget, biztosítani azt, hogy egy valamilyen olyan elfoglaltságot tudjanak itt betölteni, amihez van kedvük, van affinitásuk, megtanítjuk őket modellezni, kis gépet megépíteni, és ezen a téren itt nagyon szépen be lehet azokat a gépeket is üzemelni, reptetni, tehát ez a cél. A Nyíregyházi Légisport Egyesület szakembergárdája bevonásával indítanának képzéseket helyben. Ez a tulajdonos elmondása szerint kicsit tehermentesítheti is a nyíregyházi repteret ezen funkciójának ellátásában. Az avatón az első magyar űrhajós Farkas Bertalan is részt vett, aki maga is a Szabolcsi megye székhelyen szerette meg a repülést. Mint híradónak elmondta, azóta sokat változott a pilóta képzés helyzete. Ami óriási gondot, problémát jelent ma, ha valaki ki akarja a repülés területet valami utomódon saját, vagy el akarja sajátítani, akkor a szülők és a nagypapáknak már kössék fel a nadrágjukat. Hihetetlen sokba kerül. Az valamikor nem így volt. Én, hát végsősorban az életem egyszerű volt, mert nekem sikerült az MHS-be úgy bekerülni, hogy én leszek majd valamikor vadászpilóta. Siklóernyő, sárkány és ultrakönnyű repülő. Ilyen gépeket is meg lehetett csodálni az avató napján a balkányi reptéren. Az ünnepségen a pilóták és az érdeklődők mellett a légi közlekedésben elismert szakemberek is megjelentek. Ünneplőbe öltözött a lelkem, mint repülőembernek, mert csodálatos dolog az, hogy manapság, amikor nagyobb hírverése van a dolgok megszüntetésének, a folyamatok félbeszakadásának, akkor itt olyan emberek, akik a nagyon kemény hétköznapi munkájuk mellett arra is tudtak időt és energiát, és nem kevés anyagit szakítani, hogy egy újabb bölcsőjét teremtsék a repülésnek, annak a repülésnek, ami az ember ősi vágya, szokták mondani, csak a vágy, ha megtestesül és repülhetünk, akkor az csodálatos dolog. Helyén a szélirányjelző és a szélzsák, a többi kiszolgáló műtárgyal együtt. Mostantól ezek is a biztonságos pontrepülőzés segítik a megye legújabb légi kikötőjében. Fokozott rendőri jelenléttel készül a Vidor Fesztiválra a rendőrség. Egyenruhások, polgárőrök és civilruhás rendőrök járják majd a fesztivál területeit, hogy megelőzzék a bűncselekményeket. Ilyenkor a zsebtolvajlások száma nőhet meg leginkább. A szakemberek azt tanácsolják, ha valaki áldozattá válik, és nincs a közelben segítség, hívja a 112-t. Augusztus 23-án pénteken kezdetét veszi a 2019-es Vidor Fesztivál. Az időjárás kellemesnek ígérkezik, ezért minden bizonnyal sokan érkeznek majd kerékpárral a Kossuth térre.
Ezek biztonságos elhelyezésére, de a gépjárművek biztonságára is érdemes ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektetni. Aki gépkocsival közlekedik, akkor a gépkocsi elhagyás előtt győződjön meg arról, az utastérben nem volt semmilyen érték, valóban felhúzták az ablakokat, valóban bezárták-e az ajtókat. Sokan kerékpárral közlekednek, érkeznek a helyszínre, a kerékpárt minden esetben lakatolják le, nézzük meg, hogyha van kerékpár csomagtartó, hogy nem van benne kézitáska vagy bármilyen más érték. Összességében a rendőrség kiemelten készül erre a rendezvényre, évről évre egészen jó közbiztonsági adatokat tudunk ezzel kapcsolatban is felmutatni, de ettől függetlenül szükséges, hogy az emberek is megtegyék a maguk részéről ezeket az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindenki kellemesen és jól töltse az idejét. Ehhez csupán apró odafigyelésre van szükség. Nagyon sokan a forzsebükben hordják a telefont, ami minden esetben a zsebtolvajok célpontja, különösen a nagy tömegben egy-egy rendezvényen. Ilyenkor érdemes a telefont első zsebben tartani, vagy még biztonságosabban táskában hordani. A táska külső zsebe azonban szintén potenciális célpont a zsebtolvajok számára. A táskákat minden esetben cipzározzuk be, vagy zárjuk el az idegen kezektől más módon. A rendőrség azt tanácsolja, a hátizsákot is inkább magunk előtt tartsuk a fesztiválozás ideje alatt, így csökkenthető a lopás esélye. A biztonságot egyenruhás rendőrök, polgárőrök és civil ruhás, a rendőri jelleget nem mutató rendőrök erősítik tovább. Figyelnek és megnézik azt, hogy van olyan személy, aki potenciálisan bűncselekmény elkövetője. Ha adott esetben bűncselekményt követ el, akkor közbelépnek. Nyilván az egyenruhás kollégák azért is jó, hogy a helyszínen vannak, túl azon, hogy biztosítják a rendezvényt, hogyha bármilyen baj ér bárkit, ami rendőri intézkedést igényel, vagy segítségre szorul az állampolgár, akkor hozzájuk lehet fordulni. Ezen kívül azt tudom még javasolni, hogy ha nincs a közelben rendőr, és mégis segítségre szorul valaki, akkor a 112-es segélyhívót lehet hívni. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az állampolgárok ilyenkor fokozottan figyelnek értékeikre és azok biztonsága érdekében mindent megtesznek. A rendőri jelenlét pedig elrettentő a tolvajok számára, így a bűncselekmények száma nem nő a Vidor Fesztivál ideje alatt sem. Augusztus utolsó napjaiban megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közleményében. A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét berepüli. A földhivatali mezőgazdász és a növényvédelmi felügyelő beméri, jegyzőkönyvezi és lefotózza a parlagfüves területeket. Az eljárás megindítását követően a felvett terület nagyságától függően 15 ezertől egészen 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak a földhasználónak vagy tulajdonosnak, valamint az eljárás költségeit is kifizettetik velük. A pollenszóró parlagfű humán egészségügyi, agrotechnikai és gazdálkodási szempontból nagy kockázattal bír, így nem csak a bírság elkerülése miatt érdemes írtani az allergén növényt. 80 alkotásból álló Szinyei Merse páltárlat nyílik a Józsa András Múzeumban pénteken. A kiállítást másfél éven keresztül szervezte az intézmény. A festmények és vázlatok nagy része magángyűjteményekből, illetve más múzeumokból érkezett Nyíregyházára. A kiállítás 3 hónapig marad a megyeszékhelyen, ez idő alatt 30 ezres látogatószámban bíznak. Ezeket a festményeket péntektől bárki megtekintheti a Józsa András Múzeumban. Augusztus 23-án nyílik a Szinyei Impressziói című kiállítás Nyíregyházán. A tárlat a 19. századi magyar festészet egyik leghíresebb mesterének életútját mutatja be. A nyíregyházi Szinyei Merse Pál kiállítás azért is különleges, mert a festő munkáiból 30 éve nem készült ilyen nagyszabású tárlat Magyarországon. 80 alkotást tudunk itt bemutatni, ami úgy áll össze, hogy egyharmad részt a Magyar Nemzeti Galéria törzsanyagából kerül ide hozzánk, egyharmad részt a olyan megyei hatókörű városi múzeumokból, mint például Nyíregyháza is, tehát körlevelet küldtünk ki, és a 19 megyei hatókörű városi múzeum a saját gyűjteményeiből átengedte nekünk erre az időszakra a saját Szinyei képeit. És hát ami a legnagyobb nyereségünk az, hogy amiket nagyon ritkán látnak az emberek, tehát a magángyűjtők is iratták azokat a Szinyei képeket, akár rajzokat, festményeket, grafikákat, amit idáig még így összességében nem lehetett látni.
A sajtótájékoztatón Szinyei Mersepál dédunokája és egyben a tárlat kurátora kiemelte, olyan festmények is érkeznek Nyíregyházára, amelyek több ország múzeumában jártak már korábban. A grafikai anyagban minden újdonságnak számít Nyíregyházán a kaposvári kiállításhoz képest, illetve olyan képeket is láthat a nyíregyházi közönség, amit Dunántúlon nem. Itt a kaposvárival ellentétben meg lehetett azt csinálni, hogy az életművet két részre oszthattuk, és azáltal, hogy ő sajnálatosan a meg nem értettség, kinevetés, szörnyű kritikák hatására 10 évre valóban abba hagyta a festést, meg tudtam oldani, hogy ezt az első termet pontosan az elhallgatása előtti utolsó két művére, a Holvadásra és az Őszi tájjal tudtam befejezni. És ebben a teremben jelen van a nagyváradi gimnazistaként, mint valóban abszolút pályakezdő fiatal embernek az egyik első önálló kompozíciója is itt a kiállításon, a Zöldséges csendélet. Ezen túl olyan érdekességeket is láthat majd a közönség, mint például a festő utolsó, 1918-ban készült alkotása, a Csend. A város alpolgármestere a sajtótájékoztatón hozzátette. Szinyei Mersepál a tájképek és a színek mestere volt. Az ehhez hasonló tárlatokkal Nyíregyháza kulturális életét próbálják fellendíteni és érdekessé tenni minden korosztály számára. Azt gondolom, hogy koncepciónak az ilyen kiállítások kellenek ide Nyíregyházára, hiszen ezeket a kiállításokat nem csak a nyíregyháziak látják, hanem a megyebeliek is, vagy az itt vendégeskedő hazai és külföldi vendégek. Azért kellenek ezek a monumentálisabb dolgok, mert az emberek önmagukban véve a monumentálisabb alkotásokra inkább vevőek. Ezt a Szeúzó megmutatta kezdetnek tavaly, a Munkácsi erre ugye ráfejelt a maga 33 ezeres látogatottságával, úgyhogy ezért jön Szinyei, mert Szinyei sem volt sokkal kisebb alkotó, mint például Munkácsi vagy Bence Gyula. A Józsa András Múzeum idei látogatószáma már meghaladta a 25 ezer főt, köszönhetően több kisebb és nagyobb kiállításnak. Tavaly 64 ezer fővel rekordot döntött az intézmény. A múzeumigazgató bízik benne, hogy a Szinyei Mersepál tárlat magában is elér egy 30 ezeres látogatószámot. Számos díj talált gazdára szombaton a Gáva Vencselői Krumpli Fesztivál főzőcsapatai között. Az eseményre idén is rengetegen voltak kíváncsiak, akik ismert énekesek, együttesek koncertjein is bulizhattak. A fesztivál egyébként jövőre más helyszínre költözhet a településen belül. Botond, Jelly, Red Fantasy, csak három a több ezer burgonya fajta közül. Ha mindet nem is, sokat meg lehetett ismerni, de ami még fontosabb, kóstolni a hétvégi Krumpli Fesztiválon. Gáva Vencselő már 19. alkalommal rendezték meg az eseményt, amelyen természetesen ezúttal is a finomabbnál finomabb ételeké volt a főszerep. Számos csapat mérkőzött meg a főzőverseny különböző díjaiért, a legtöbben valamilyen cél megvalósítása érdekében. A Római Katolikus Egyházközség tagjaival neveztünk be a főzőversenyre, és hagyományosan lapcsánkát sütünk. Már évek óta mi kapjuk meg ezt a tisztet, hogy süssünk lapcsánkát. Hagyományosan ugye krumpli étel, és ennek a célja, amiért mi sütünk, hogy a Vencselői Plébánia templom felújításáért sütünk, és az eladott lapcsánkákból, az adományokból a templom felújításhoz járulnak hozzá mindazok, akik fogyasztanak lapcsánkát a mi sátrunknál. Az egyházközség csapata végül a legszebb sátordíját szerezte meg, de kiosztották a legfiatalabb szakács elismerést is, természetesen a legfinomabb ételek díjai mellett. A helyi általános iskola sportpályája közben megtelt látogatókkal, akik közül sokan kimondottan a fesztivál miatt jönnek haza ilyenkor Gáva Vencselőre. Az utóbbi, úgy mondanám, 2-3 évben újra elindult egy fejlődési folyamat. Tehát ez a 20. környéki program szervezés, ez nagyon bevált. Ilyenkor azért van jó pár 3-4 nap, mikor hogy esik az ünnep, mikor, hogy az idegenből elszármazott
hogy az elszármazott családtagok, rokonok is hazalátogassanak. Tehát máskor nem igazán jönnek haza egy-egy rövid hétvégére. Ilyenkor azért hazajönnek, meglátogatni a nagymamát, a szülőket, és ez egy óriási lehetőség a településnek is. Beszélgetésekre ad alkalmat, a régi barátságok újra szövődnek, újra lehet beszélgetni a régi ismerősökkel. A polgármester hozzátette, a folytatásban változhat az esemény helyszíne, amely akár már jövőre a Dezsőfi kastély lehet. Tematikájában azonban marad a régi, a sütés-főzés mellett a könnyű zenéi lesz a főszerep. Így volt ez most is, szombaton a USNK nevű rap duó, a megyéből indult Opitz Barbie, valamint a szintén az X-faktorban megismert Kollányi Zsuzsi lépett színpadra. A fesztiválról szóló hosszabb beszámolónkat a Túra Bakancs következő adásában láthatják. A sporták további népszerűsítését és a csapatok létszámának növelését tartja legfontosabb feladatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kosárlabda Szövetség új elnöke. Sitku Ernő szeretné, ha olyan életpályamodell tudnának kínálni a kosárlabdázóknak, amely segítségével a pályafutások befejezését követően is a sport mellett maradhatnának. Tisztújító közgyűlést tartott a megyei kosárlabda szövetség. A korábbi elnök Balogh Béla egyéb elfoglaltságai miatt nem vállalta tovább a szervezet vezetését. Az új elnök a 149-szeres válogatott játékos Sitku Ernő lett. A Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatójaként dolgozó, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi tagjaként is tevékenykedő szakember szeretné elérni a játékosok és a csapatok számának növelését. Legfontosabb feladatunk mindenképpen az, hogy minél jobban népszerűsítsük a kosárlabdát Szabolcs megyében, és nőjön a csapatoknak, játékosoknak a létszáma. Ezek természetesen most nagy szavaknak tűnnek, vagy úgy néz ki, hogy új seprű megpróbál jól seperni, remélem, hogy ezt majd a tettekkel is fogjuk tudni bizonyítani, de a lényeg, hogy minél több települést próbáljunk meg bevonni a kosárlabdázás mindennapjaiba, és eljuthassunk minél több helyre. Örülnék neki, hogyha a megyei bajnokság is népszerűbb lenne egy picit, és több csapat dolgozna a kosárlabdázás keretein belül. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mennyit tudunk megvalósítani, de bízom abban, hogy tudunk megfelelőképpen sikeresen működni tovább. Az új elnök elmondása szerint azért dolgozik, hogy a fehérfoltok eltűnjenek a kosárlabda megyei térképéről. Szeretném rávenni a megyében működő sportszervezeteket, hogy tekintsenek ki Nyíregyházáról, és próbálják fölkarolni a kisebb városokban, vagy kisebb falvakban működő sportszervezeteket, sportegyesületeket. Ugye a Kosárlabda Szövetségnek a Dobda Kosárba programja az bizonyos helyeken beindított valamilyen kosárlabda életet, viszont az csak elsőtől negyedik osztályig gondozza a gyerekeket, utána föl kell vállalni egyesületi szinten, illetve van a kosárpalánta program is, ami minden sportszervezetnek lehetőséget nyújt arra, hogy kis csapatokat tudjon beindítani és tudjon szervezni. Nagyon örülnék annak, hogyha nem csak Nyíregyházán, hanem Nyíregyházán kívül is sikerülne ilyen csapatokat szervezni és elindítani az országos versenyrendszerben, majd tovább gondozva szépen fölnevelni őket, és bíznék abban, hogy valahol majd a nyíregyházi csapatnak tudnak egy utánpótlás bázis biztosítani. Sitku Ernő szeretne a jelenleginél is szorosabb kapcsolatot kialakítani a Nyíregyházi Egyetemmel, így egy olyan életpályamodell tudnának kínálni a fiatal kosarasoknak, amely a pályafutásuk befejezése utáni időszakra is nyújtana alternatívát számukra. Sporttudományi csoport segíti a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia edzőinek és fiatal labdarúgóinak munkáját. A futballisták nem csak a pályán, hanem azon kívül is minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy profi futballistává válhassanak. 12 korosztály 15 csapatában közel 300 fiatal labdarúgó készül a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémián. Két korosztály csapata, az U14-es és az U15-ös gárda szerepel a kiemelt bajnokságban. A cél az, hogy minél több saját nevelésű játékos kerüljön fel a Spari keretébe. Ennek érdekében már egy sporttudományi csoport is segíti az edzők és a fiatal futballisták munkáját. Ez egy teljesen új kezdeményezés itt nálunk Nyíregyházán, sőt, ha jól tudom, akkor az országban is nagyon-nagyon kevés helyen van még eddig ilyen csoport. Igazából úgy fogalmaznám meg talán legegyszerűbben, hogy mindenféle olyan fejlesztés ehhez a csoporthoz tartozik, ami nem kimondottan a csapatedzéseken történik, viszont a gyerekek az akadémistáink fejlődését szolgálja. A Nyíregyházi Akadémia nem egy külföldi mintát követ, hanem igyekeznek több helyről összegyűjteni a támogató háttér biztosításához szükséges eszközöket, teszteket.
egyre elterjedtebb és egyre komolyabb mérési protokollal rendelkeznek már nyugat-európai klubok, ezeket próbáljuk mi is nyilván követni, ezeket a trendeket. Nyilván egyelőre amink van, abból próbálunk főzni, különböző motoros teszteket, antropometriai vizsgálatot, testösszetét vizsgálatot például már most el tudunk végezni, de nyilván terveink között szerepelne sokkal komolyabb, összetettebb vizsgálatok, amihez természetesen egy komolyabb eszközpark szükségeltetik, de hát bízunk benne, hogy ugye a terveink szerint itt két év múlva egy gyönyörű komplexum lesz most, ahol a riportot csináljuk, és azokban a edzőközpont falai között ezek az eszközök már meg is találhatóak majd. Mint arról korábban döntés született, a Bozsik Akadémia és a Szatmár Németi Akadémia együttműködésének részeként épül majd meg az örökösföldi utánpótlás edzésközpont. Híradónk végén, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Az első magyar űrhajós Farkas Bertalan és más elismert légiközlekedési szakemberek részvételével avattak sportrepülőteret a hétvégén Balkányban. A megnyitót egy 2,5 éves procedúra előzte meg. A helyszínen egy több szakosztályos egyesületen keresztül segítenék a repülős képzést, amely a tervek szerint kicsit tehermentesítheti is a nyíregyházi repteret ezen funkciójának ellátásában. Fokozott rendőri jelenléttel készül a Vidor Fesztiválra a rendőrség. Egyenruhások, polgárőrök és civilruhás rendőrök járják majd a fesztivál területeit, hogy megelőzzék a bűncselekményeket. Ilyenkor a zsebtolvajlások száma nőhet meg. A szakemberek azt tanácsolják, ha valaki áldozattá válik és nincs a közelben segítség, hívja a 112-t. 80 alkotásból álló Szinyei Merse Pál tárlat nyílik a Józs András Múzeumban pénteken. A kiállítást másfél éven keresztül szervezte az intézmény. A festmények és vázlatok nagy része magángyűjteményekből, illetve más múzeumokból érkezett Nyíregyházára. A kiállítás 3 hónapig marad a megyeszékhelyen, ez idő alatt 30 ezres látogatószámban bíznak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 21-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Csütörtök reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Délután este helyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 fok körül alakul. Csütörtök estig a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. A következő napokban sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként alakulnak ki záporok, zivatarok. A csúcs hőmérséklet pár fokkal a sok évi átlag felett, általában 27 és 34 fok között alakul.